Ausztrália 30 Bushmaster páncélozott személyszállító katonai járművet ad Ukrajnának. Az ausztrál védelmi erők oktatói Nagy-Britanniában képezik ki az ukrán fegyveres erők katonáit, számolt be az ABC. Januárban az ausztrál védelmi erők 70 fős kontingense csatlakozik, az Egyesült Királyság az ukrán katonák Interflex hadművelet elnevezésű nemzetközi kiképzési programjához. Ausztrália feltétel nélkül támogatja Ukrajnát és elítéli Putyin elnököt, mondta Anthony Albanese, ausztrál miniszterelnök. A kötelezettségvállalás az ausztrál kormány által bejelentett második támogatási csomag része, amely további 30 páncélozott személyszállító jármű átadását tartalmazza, amely révén az Ukrajnába szállított járművek száma 90-re emelkedik. Az ausztrál szövetségi költségvetésben ezen a héten több mint 200 millió dollárt különítettek el Ukrajna támogatására. Ausztrália Ukrajnának nyújtott teljes pénzügyi támogatása meghaladja 655 millió dollárt. Ausztrália páncélozott személyszállító katonai járművek mellett 6 M777-es tarackot és lőszert, 28 M113-as páncélozott szállító járművet, valamint páncéltörőt és egyéb fegyvereket adott át Ukrajnának. A Bushmaster egy ausztrál négykerék meghajtású, 9 katona, 3 napra elegendő élelmiszer tartalék és lőszerek szállítására alkalmas páncélozott személyszállító jármű. A Bushmaster védelmi rendszere ellenáll a 762-es milliméteres golyóknak, gránát töredékeknek, töltényeknek. A Bushmaster rendeltetése nem a harci cselekményekben való részvétel, hanem a katonák szállítását szolgálja.